2013-as évben juttatásokra, a fiatal színészek juttatásaira, úgyhogy erre az évre ez biztosítva van. Mondta Vukoszávjev Iván, a Zentai Magyar Kamara Színház igazgatója. Októbertől van állandó társulata a színháznak. A 9 fiatal színész béréhez járul hozzá az MNT. Ez megteremt egy új kezdetet, tehát az elkövetkező években ők jelenthetik Zenta és a Tisza Mente egyik kulturális pillérét, oszlopát. Azt hiszem, hogy meg kell köszönnünk a Magyar Nemzeti Tanácsnak ezt a lehetőséget. A Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt 3 évben több mint 40 millió dinárral támogatta a kiemelt jelentőséggel bíró kulturális intézményeket és az általuk szervezett rendezvényeket. Az idei második kiírásban 2.349.000 dinárt osztottak szét 14 sikeres pályázó intézmény között. Az anyagi támogatásnál sokkal fontosabb az, hogy ez az anyagi támogatás, ez célszerűen történik, tervezetten történik, azon stratégiai fejlesztés és építkezés mellett, amelyet a kulturális stratégiában foglaltunk össze. Azt gondolom, hogy a kulturális életünk, az intézményrendszerünk az utóbbi 2 évben szervezettebb lett, a fejlesztések tervezettebbek lettek, kiszámíthatóbb ezeknek az intézményeknek a sorsa. A vajdasági magyar kultúrában egy kánon teremtési folyamat zajlik, amelyben fontos szerepük van a kiemelt kulturális intézményeknek. Az értékek megőrzése, bemutatása és új értékek létrehozása is feladata a ma alkotóinak. Képesnek kell lennünk, és a kulturális életben dolgozó képesek is arra, hogy saját magunk megteremtsük azt a kánont, ami az elkövetkező generációk számára vállalható, amit ők akarnak, amit ők tartanak fontosnak, és ami itt és most kifejezi a vajdasági magyar kulturális élet legfontosabb értékeit. Az MNT pályázatán többek között a Topolyai Népkönyvtár padlózatának cseréjére, a Magyar Kanizsai Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény, az Újvidéki Színház és a Zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ hangtechnikájának fejlesztésére kapott támogatást.